Közélet, kultúra, hit és sport. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Heti Krónika című közéleti magazin műsorunkat láthatják, mellyel minden pénteken 18:07 perckor jelentkezünk. Nézzük mai témáinkat. Utcabejárás, civil gyereknap, Szentendrei Teátrum programjai, 30 fok árnyékban, térzene a Szent István Parkban. Folytatódtak az utcabejárások. Ezúttal a Huszár, Kartal, Töhötöm és Koppány utcákat járták be. A bejáráson részt vett Leidinger István polgármester, Hardi Péter alpolgármester, Balogh Pál jegyző, Siklódi Csilla a terület képviselője, Szcuka Attila főépítész és a hivatal munkatársai és az érdeklődő lakók. Az utcabejárások arra is jók, hogy meghallgassák a lakossági véleményeket, illetve részletes ismereteket szereznek a megoldandó feladatokról. A Kartal utcát az elmúlt évben Marta aszfaltozták, ám nem túl jó minőségben, ugyanis a kátyuk már is megjelentek rajta. A Huszár utcában a Szelistyei lakópark futópálya melletti oldalán a néhány évvel ezelőtt épített házak lakói arra panaszkodnak, hogy minden zaj áthallatszik, egymás szájában élnek. Amikor megvették az ingatlant, aszfaltos utat ígértek. Azt mondják, hogy az egész rész süllyed. Egy nagy kupac hulladékra is bukkantak a Huszár utca és Stihl utcai találkozásnál. A kirakója pekhére benne hagyta a nevére szóló szállítólevelet, mint Balogh Pál jegyző talált meg. Ezek új beépítésű területek, a Kartal utca is, amit most végigjártunk, illetve a Huszár utcának ez a vége, amelyik hát ugye a sok vitát kiváltott kis hát barakvárosnak mondott területet jelenti. Itt a legnagyobb gond az, hogy azok az emberek, akik ide költöztek, ők nem pomáziak, nincsenek helyi ismerete a városról azoknak, akik ide költöztek, és például nem tudják, hogy egy mocsárra épített területen laknak, és most, amikor a problémák jelentkeznek, akkor úgy érzik, hogy itt az önkormányzat felé kell jelezniük azt, hogy nem folyik el a csapadékvíz, hogy bejön a víz a kertjükbe, vagy az, hogy a Kartal utcában a tavaly szeptemberben készített út, az már megy szét, nem érte meg az egy éves évfordulót, az, hogy a csatornafedőkre egyszerűen ráaszfaltoztak, és nem is lehet látni, hogy hol vannak csatornafedők, amik pedig hát elég fontos lenne. Illetve ami nekem az egyik nagyon fontos szempont, hogy kiszabadítsuk a derapartot. Ezek már hivatalosan rajta vannak minden rendezési terven, már a telkek végének egy részét azt át is adta a tulajdonos, de most láttunk például egy új építkezést, ahol nagy valószínűséggel túlépítették a házat. Nem tudom, ezt kívülről nehéz megállapítani, de az biztos, hogy nem adta át még a területnek a hátsó részét. Tehát akik most itt megveszik a házat, azok nagy döbbenettel fognak értesülni, hogy amit ők ott maguk mögött látnak, az nem az övék. Az már az önkormányzat tulajdonában van, csak ezt még az építető nem tüntette fel. Hát itt ilyen birtokjogi kérdések vannak, illetve hát a forgalom. Ahol most itt állunk, a Huszár utca, Tél utca kereszteződésében, itt van egy olyan beláthatatlan kereszteződés, ahol a város felől jövő autó nem látja a szembe jövőket. Hát itt de mindenképpen legalább egy tükröt ki kell ide helyezni. Föl kell vennünk a kapcsolatot egy útépítő céggel, még nem tudom, hogy melyikkel. Nevet nem is akarok mondani, de utána nézzünk majd bent a hivatalba, hogy pontosan melyik volt az, aki itt dolgozott. Tehát 8 hónappal ezelőtt épített egy utat, és hatalmas kátyuk
vannak rajta. Úgy gondolom, hogy ez még a szavatosságba, illetve a garanciába bele kell, hogy férjen, hogy annak a kijavítása megtörténjen. Aztán föl kell vennünk a kapcsolatot a DMRV-vel, hogy a Kartal utcába a leaszfaltozott csapadékvíz aknafedélekkel most mi a fenét fogunk tudni kezdeni. Aztán fölveszük a kapcsolatot néhány telek tulajdonossal, akinek a kertjét, illetve nem is a kertjét, hanem az ingatlan előtti közterületre is ráférne egy kis kaszálás, hogy mikor szíveskedik ezt megcsinálni. Aztán föl kell vennünk a kapcsolatot egy olyan vállalkozóval, aki rendelkezik ilyen acél kefés útszegélytisztítógéppel, és megtisztítatjuk vele az útszegélyt. Aztán szeretném mondani a kedves tévénézőknek, hogy amit a Szelistében most nagyon aktuális, hogy a Spárnak a parkolásával, vagy parkolójának az esetleges lezárásával kapcsolatban, a Spárral már felvettem a kapcsolatot, olyan 3-4 hónappal ezelőtt. Jelen pillanatban most a Spár azt jelezte, hogy most nem aktuális a kérdés, tehát most nem kívánják egyelőre lezárni, de gondolkodnak valami megoldáson, mert elsőbe teljesen igaza van a vállalkozónak, hogy nem tud hozzá beállni a vásárló, mert elfoglalják az autók a parkolót, de erre majd vissza fogunk térni. Aztán ugye, út mellé kihelyezett szemetet láttunk, névvel, címmel ellátva. Aztán most egyeztettük főépítész úrral, hogy pontosan a kerékpárút, belső kerékpárútnak a nyomvonal az merre fog menni. Hogyha a belső kerékpárút megépítésre kerül, akkor mellette rendeznünk kell valamilyen szinten az utcának az állapotát is. Tehát most hát azért nem kezdtünk vele semmit, mert tudtuk, hogy tavasszal jön az építkezés, de tavasszal nem az építkezés jött, hanem a járvány. És akkor most még tervezzük, hogy elmegyünk abba az irányba is, hogy ne csak szépet lássunk, hanem ilyen problémás helyeket is lássunk, és hát ott majd megnézzük, hogy ott mi az, amit csinálni kell. Vannak nagyon segítőkész együttműködő lakók, például aki végigvezetett minket a Kartal utcán, ő több mindenben már az tárgyalt az önkormányzattal, úgyhogy tudja a történetét ezeknek a dolgoknak. De vannak olyan panaszok is, amik akár a helyismeret hiányából erednek, hogy valami hiányzik, nem tudják, hol lehet beszerezni, kit kellene megkeresni vele. Meg hát vannak olyan észrevételek, amikre azt kell mondanunk, hogy jogos, hogy például a fűkaszálás elmaradása, vagy éppen a közterületre, vagy a szemétszállítás, az például itt egy nagyon-nagyon fontos probléma, hogy ugye ez az úgynevezett barakváros, ez a futófája felőli részen is Huszár utcai címük van az ott lakóknak. És akik elszállítják itt például a zöld hulladékot, vagy a szelektív hulladékot, azok végig mennek a Huszár utcán, és nem tudják, hogy egészen máshol is kell még Huszár utcát keresni, ahol szintén ugyanakkor teszik ki a szelektív szemetet, mint akiknek ide előre nyílik a kertjük. Tehát ezt a címüket nem lehet megváltoztatni, mert telekkönyvileg ők is a Huszár utca osztatlan közös tulajdonú. Ez a barakváros, ez két helyrajzi szám alatt van, és ilyen ABCDFGH, ilyen al számokkal vannak megjelölve az egyes lakások. Ráadásul nem is sorban, ami még bonyolítja a helyzetet. De az, hogy azt a hátsó részt, azt például szemétszállítás szempontjából át kell majd a másik körzethez, a Tél utcához csatolni, az egész biztos. A Szent István téri akciócsoport és a Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület szervezésében Gyermeknap a Pomázi Kutyusokért című rendezvényre várta a családokat. Volt biciklis akadályverseny, kézműves foglalkozás, állatsimogató és tombola.
Szent István téli akciócsoport és a Pomázi Állatvédő Egyesület úgy gondolta, hogy mivel az idejében a májusi gyermeknapot elmosta a vészhelyzet, pótgyermeknapot rendeztek a Szent István téren, ahol foglalkozásokat szerveztek a gyerekek részére. A rendezvény egyben egy adománygyűjtési lehetőség is volt a kutyamenhely számára. Gyereknapot akartunk szervezni mindenképpen, akár így pótolagosan is, ugye a vírus miatt ezt nem lehetett megoldani nyár elején, ezért most így, hogy most már kicsit jobb a helyzet. Ezt már évelején elkezdtük szervezni a másik egyesülettel, a Pomázi Állatvédő és Állatmenhely Egyesülettel, és a másik apropója, hogy egy adománygyűjtés egyben, ez a Pomázi Kutyamenhely javára, hogy ott jobb körülményeket tudjanak biztosítani az állatok számára. Van ügyességi játék, a szökőkút körül van biciklis akadálypálya, ahol részt vehetnek a gyerekek, és van kézműves foglalkozás, ahol fonástechnika, amivel ismerkedhetnek meg, szalvéta technikából csinálnak virágokat, illetve az állatmenhely pedig lufi hajtogatást készít a gyerekeknek, kutyát készítenek belőle, illetve állatos kvíz. Amellett pedig kutyasimogató van, az állatmenhelyről hoztak kutyusokat, ezekkel lehet megismerkedni. Bárki jöhet, gyerekek, felnőttek is, a program végén a tűzoltó zenekart várjuk, 18 órakor, akkor főleg a felnőtteket várjuk, akkor is várjuk még az adományokat. Van tombola, a zenekar vége után lesz a tombola sorsolás, de lehet folyamatosan gyerekjátékokat is venni, minden adomány szinten működik. Amire ők úgy gondolják, hogy nagy szükségük van, arra fordíthatják. Volt már hasonló programunk, amikor ilyen jótékonysági célzattal, tehát tartottunk ruhabőrzét is, tehát inkább ott a hátrányosabb helyzetű embereknek igyekeztünk segíteni, de például volt a Mikulás üzem decemberben, ott is gyűjtöttünk játékokat, kint voltunk decemberben 3 alkalommal, és a befolyt játékokat ugyancsak szegényebb gyerekeknek juttattuk el. Menhelyünk ugye teljesen vegyes, tehát a bekerült állatok ugye hol utcáról befogadottak, hol befogjuk őket, hol pedig a gazdik adják le őket. 40 körüli állománnyal szoktunk mozogni, vannak akik bent vannak, vannak akik még várnak a befogadásra. Cicusaink is vannak, ugye most a második menedéknél, onnan a kis kölyök cicák sikeresen gazdára találtak, még 2 anyacica keres gazdát. Hát ugye mivel mi egyesület vagyunk, 1%-okból élünk, pénzre ugye minden egyesületnek szüksége van, főleg, hogy állandó támogatók nélkül vagyunk sajnos. Igazából 25 évesek lettünk idén, és ugye mivel a koronavírus miatt rengeteg programunk elmaradt sajnos, ezért most a Szita csoporttal együtt egy ilyen pótgyereknapi kis rendezvényt tartunk. Igazából nagyon sok mindenre rá vagyunk szorulva, a keneleinket szeretnénk felújítani, állatorvosi költségekben is nagyon jót tesz igazából ez a segítség, meg hát ugye a gyerekek is találkozzanak kutyusokkal. Hát van nálunk lufi hajtogatásra lehetőség, kutyás kvízzel kapcsolatos kérdéseket tudnak a gyerekek megismerni, hogy jobban tudják a kutyatartással kapcsolatos dolgokat. Ebből a fiataloké a jövő, tehát hogyha ők már most megismerkednek a helyes kutyatartással, akkor igazából talán egy szebb jövő elé tudunk nézni.
Az elmúlt héten a Szentendrei Teátrum idei évadának sajtótájékoztatójára került sor a Ferenci Múzeumban. A Szentendrei Teátrum programjait Vasvári Csaba mutatta be, beszélgetett az alkotókkal, akik válaszoltak a sajtó kérdéseire is. Ebben a sajátos helyzetben változtattunk a programunkon, egy nagyon-nagyon sajátos évad előtt állunk. Ezt a sajátos évadot próbálja meg tükrözni ez a sajátos helyszín, hiszen félig a nyitott térben, félig a zárt térben vagyunk. Az évadunk egy részét szabad tereken tartjuk meg, és jó pár bemutatókat őszre a Kőszínházi évadba zárt terekre tervezzük. Bizonyos játszóhelyeinken, szokásos bejáratot játszóhelyeinken nem fogunk idén játszani, több okból kifolyólag, de azt gondoljuk, hogy nagyon nagy öröm, hogy egy ilyen sajátos évadot tudhatunk magunk előtt. A négy-öt szemem sír, négy-öt szemem nevetből pedig egy személyes megjegyzést engedjenek meg nekem. Én ugye 2016 óta igazgatom a Szentendrei Teátrumot, nekem tulajdonképpen ebben a minőségemben az utolsó sajtótájékoztatóm lesz, hiszen a mandátumom 2016 májusáig szól, úgyhogy nyári teátrum sajtótájékoztatót én vélhetőleg most ebben a minőségemben most tartok utoljára, és ez a gondolat ragadtatott engem arra a merészségre, hogy egy pár szóban összefoglaljam azt, amiről nálam sokkal jobban tudnak, hiszen a szakújságírók hál' Istennek komoly figyelemmel kísérik végig a Szentendrei Teátrum munkáját, de hogy egy aránylag szép fejlődési ívet tudtunk munkatársaimmal, az itt játszó színészekkel, az itt dolgozó alkotókkal, Szentendre város hathatós segítségével magunk mögött tudnunk. És erről tényleg csak pár mondat. 2016 óta az első három évben a Szentendrei Teátrum minden évben megduplázta a bemutató számát. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen volumenű szabadtéri színháztól nagyon-nagyon szép teljesítmény. Hadd ne mondjam azt, de ezt önök tényleg nálam jobban tudják, hogy majd, hogy nem egyedülálló teljesítmény a szabadtéri színházak esetében. És az elért szakmai sikerek az egyre növekvő sajtó figyelem mellett, amit még egyszer mondom, munkatársaimmal együtt és az úgy dolgozó színészekkel, alkotókkal értünk el. Egy csomó olyan dologgal is foglalkoztunk, amely dolog nem feltétlenül profilja egy szabadtéri színháznak, de nekem személyesen, és azt gondolom, hogy mindannyiunknak, akik együtt dolgozunk, nagy-nagy örömet adott. Gondolom tudják azt, hogy a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. Nem csak előadó művészettel, hanem Judit vezetésével, közművelődési területtel, fesztivál szervezéssel is foglalkozik. És ez a teátrumnak mindig lehetőséget adott arra, hogy bekapcsolódjon olyan folyamatokba, olyan aktivitásokba itt a városba, amely folyamatok és aktivitások nem adatnak meg minden színháznak. Mi ezt mindig nagyon nagy örömmel csináltuk. És ezek mellett, az aktivitások mellett volt az utóbbi pár évnek pár olyan eredménye, amit én kiemelnék. Biztos, hogy ki fogok felejteni egy csomó mindent, de mégiscsak említésre méltó az, hogy 2017-ben elkezdtük megmutatni a Szentendrei Teátrum, tavaly volt ugye 50 éves szakmai múltját, és kincsek jöttek elő a pincékről, padlásokról, a szekrényekből és az emberek emlékezetéből, valamint a különböző tárgyi emlékek lerakataiból. Timár András színháztörténész vezette ezt a kutatást, tulajdonképpen a honi színháztörténész szakma színejava részt vett ebben a kutatásban, nagy interjút, nagy tanulmányok írásával. Ez a kutatás még most is folyik. Hála egyik támogatónak, az Emmi-nek elnyertünk egy lehetőséget, hogy egy tanulmánykötettel koronázzuk meg ezt a jó pár éve folyó színháztörténeti kutatást, és idén az évad kezdésre tervezzük azt, hogy a már meglévő teátrum 50 honlapunk 50 évét teljesítessük. És az 50 év, ez azt gondolom, hogy elég sajátos módon, nagyon-nagyon különleges tartalmakkal, bocsánat a
ha esetleg túlzónak tűnik a kifejezés, de a szabadtéri színházak esetében azt gondolom, hogy egyedülálló módon teljes anyaggal elérhető lesz a nézők számára is és a sajtó számára. Emellett még részt vettünk olyan dologban is, én magam is és munkatársaim, bizonyára önök tudják, hogy Szentendre ebben az évben tavasszal nyerte el az Európai Örökség címet. Egy teátrum életében büszkeségre ad okot az, hogy az Európai Bizottság kiadványában, a European Heritage Label kiadványban, itt a 22. oldalon, hogyha majd mennek el, akkor esetleg föllapozhatják, egy színházi előadás képe látható. Úgyhogy azt gondolom, hogy európai dimenzióban is egyedülálló, amit itt Szentendrén, hála a szentendreieknek alkothattunk. Ez az első Európai Örökség cím, amelyet élő örökségre szavazott meg a szakmai bizottság. És ebben az élő örökségben komoly szerepe van, azt gondolom, hogy a Szentendrén élő és alkotó művészeknek, fesztivál szervezőknek és városvezetőknek, akik lehetővé teszik, hogy a Szentendrén élő nemzetiségek békésen egymással, egymást kiegészítve, egymástól tanulva éljék meg azt a kulturális hagyományt, ami Szentendrét egyedülállóvá teszi az országban, nagyon színessé teszi az országban, és ami Szentendrének mindig egy elképesztő potenciált raktározott el, és nagyon komoly távlatokat és nagyon komoly túlélési képességet biztosított Szentendrének majdhogy nem már az évszázadok óta. És örülök annak, hogy ez az 52. évad már, ami ugye a harmadik legfontosabb intézmény ugye a szabadtéri színházak keretein belül. Számomra ugye egy múzeum számára, aki mindig az alapfunkciók mellett igyekszik kikacsingatni, szóval multifunkcionálissá válni, amit nem igazán tud magának megengedni bizonyos kereteket átlépve. Ez nagyon jók ezek a szinergiák, ami ebben a városban van. Ugye együttműködni a KHT-val, a zenei résszel, a színházzal, a nemzetiségekkel. Szóval itt egy olyan komplex gazdagság van ebben a városban, amit mindenképpen ki kell aknázni, és hogyha a múzeum ehhez hozzá tudja adni azt a minimálisat, amivel tudja támogatni a teátrumot, és remélem, hogy a továbbiakban is tudunk veled együtt dolgozni, akkor ezt nagyon szívesen megteszem. Először is szeretném megköszönni a lehetőséget. Én nem gyakran szoktam ügyek és dolgok mellé odaállni, de hogyha valami mellé odaállok, akkor az teljes szívvel. És azért is köszönöm, mert úgy érzem, hogy lehetőségem van ebben a mostani kulturális szélviharban valami olyan szakmai és nyitottságon alapuló dolgot képviselni, vagy arca lenni, ami nagyon fontos számomra. Így a Szentendrei Teátrum is azt gondolom, hogy egy olyan biztos alapokon és szakmai alapokon nyugvó évadot mutat most be, ami meg általában, amit én is nagyon fontosnak tartok. Ez csak zárójelben, hogy köszönöm szépen. Amikor én itt játszottam, 2013-ban voltam itt először, akkor a Római Vakáció című előadással, ami gyakorlatilag az első előadás volt az egyetemről kijövén, hogy az Orlai Produkciós Iroda keretein belül elkezdtem működni, és már akkor is megéreztem nyilván természetesen, mint mindenki, hogy ez a kis ékszerdoboz itt Szentendre, ez mennyire különleges hely. Már akkor is, és később, amikor 17-ben itt játszottam az udvaron a Leszámolás Velem című monodrámát, akkor is azt éreztem, ami számomra nagyon fontos a nézők és az előadások és a színészek közötti kapcsolatban, hogy például megszólítottak utána az utcán, hogy mertek oda jönni emberek, vagy beültünk ide egy étterembe az előadás után, és odaszólt valaki, hogy ha megengedi a művész úr, akkor ezt én állnám. És ez egy nagyon jó dolog, de ebben nem ez a lényeg, hogy az embert művész úrnak szólítják, hanem az, hogy van valamilyen személyes kapcsolat, és hogy ettől nem félnek. És ettől én még inkább azt éreztem, hogy nem csak ott bent adtam valamit és elmenekülök, hanem hogy valóban ki tud épülni a kultúrán keresztül a személyes kapcsolat az emberekkel. Tehát, hogy alapvetően Szentendre az én szívemben vagy az én emlékezetemben ezt a fajta kulturális nyitottságot és ezt az átjárhatóságot képviseli, és ezért is örülök, hogy idén az arca vagyok.
17-ben kezdődött el Szentendrén az, hogy Szentendre visszatért abba a nyomvonalba, ahonnan indult. 69-ben Zsámbéki Gábor ötletére, színház és filmészeti főiskolások, akkor még főiskolások kezdeményezésére, Békés András bábáskodása és szülőapasága mellett indult el 69-ben a Szentendrei Teátrum, amely teátrum, mint ahogy Zoli már említette az elején, az ország három legrégebbi szabadtéri színházainak egyike. Nem szeretnék nagyon fajsúlyos vagy nehéz dolgokról beszélni. Először is szeretnék egy személyes élményemet elmondani, hogy jó kedvűek legyünk. Ez még az, amikor nagyon fiatal voltam, nem szeretnék nagyon időpontokat mondani, de a lényeg, hogy itt a Szentendrei szabadtéri színpadon mutatták be annak idején Gregor Józseffel a Szevillai Borbét, amit én nagyon fiatal lányként láttam, és akkor abban a szerencsében volt részem, hogy kaptam egy szerelmi bájtalt, egy üveg bort, amire rá volt egy szerelmi bájtal, és azt én évekig őrizgettem, sokat költöztem közben, de magammal mindig ittem, mert ezt nagyon nagy becsbe tartottam. Tehát, hogy nekem Szentendre mindig is a szívem csücske volt. És a jósághoz kötődött. Abszolút hozzákötődött, de voltam itt felolvasó színházon, például itt volt a Karafiát Orsinak és a Bella Máténak a Macska Démon premierje, felolvasó színházban. Itt aztán ugye a Budapesti Operett Színházban nagy sikerrel pár évvel ezelőtt vittek színre. Szóval, hogy nekem szívem csücske volt mindig is a Szentendrei Teátrum. Hiszem, ha nem is minden évben, de azért igyekeztem nagyon sűrűn itt lenni, és az elmúlt években, amikor a Színház és Filmművészeti Egyetemnek lehetősége volt, hogy visszatérjen erre a helyszínre, akkor is mindig itt voltam, és nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk, mert ez nagyon fontos nekünk, hogy azon kívül, hogy a bent a saját játszóhelyünkön, ami ugye a 8. keleti Vas utcában van az Ódri színpad, azon kívül is kinyissuk a kapukat, tehát hogy ne csak hozzánk jöjjenek, hanem mi is menjünk máshova, és ezért igyekszünk különböző fesztiválokon jelen lenni, és nagyon boldogok vagyunk, hogy Szentendrére is eljöhetünk, és hogy önöknek is lehetőségük van arra, hogy megismerjék a mi hallgatóinkat. Most tulajdonképpen olyan elkezdünk próbálni az egyetemen, mintha újra tanulna a gyerek, én mint gyerek, ők mint gyerekek, te mint gyerek, mindannyian mint gyerekek, újra tanulunk járni és beszélni. Tulajdonképpen mi most így a nagy világjárvány után újra tanulunk járni és beszélni, egymással kommunikálni, és talán ezért is más értelmet kap a színházi vonatkozás, az újra találkozás a nézőkkel. Dani kollégára visszareflektálva, hogy személyesebb vizekre tudunk ezáltal evezni. Aztán hát nem csak a világjárvány a téma, hanem szintén a kollégára visszautalva ebben a kulturális szélviharban megkeresni azokat a pontokat, amelyektől empatikusabbak tudunk lenni. Egy gyertyalángot keresni ebben a kulturális szélviharban, ami az empátia gyertyalángja tud lenni. Talán ez lehet az egyik legfőbb és legérzékenyebb feladatunk, hogy hogyan tanuljuk meg egymást elfogadni, hogyan tanuljuk meg egymást látni, hogyan tanuljuk meg egymást nézni, miközben játszunk. Akár a színházban, akár az életben. És erre talán az egyik legjobb gyógyír a Molière és társulata függöny. Mert ez a függöny, ez illúzió. Tehát ezt a függönyt, ezt mi teremtettük az elmúlt pár száz évben, ez előtte nem létezett a színházban. Tehát az, amire mi azt hiszük ma, hogy ez a színház, ez csak egy része a színháznak, és mi mindig úgy kezeljük a színházat, hogy azt hiszük, hogy tudjuk, hogy mi lehet az, és a színház pedig pont arról szól mindig, hogy mindig lehet bármi más. És talán ezen múlik a mi elfogadásunk is, vagy akár Molière társulatát, egy függönyt akarja ki, mielőtt színpadra lépnek, vagy mielőtt felgördül a függöny, hanem ez a függöny, ez a mi elménk függönye is. Ez az a függöny, amikor lehajtjuk a szemhéjunkat este, másnap milyen világra kelünk föl. Ez az a függöny, amikor lehajtjuk a szemhéjunkat, amikor történik valami a világban, és nem reflektálunk. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos reflektálni a jelenlegi helyzetre, és ezt mind úgy kell tennünk, hogy megmaradjon a költészet, végig maradjon velünk az a gyertyaláng ebben a kulturális szélviharban, és mindannyian tudjuk, hogy ez az egész annyira abszurd, itt ülünk egy világjárvány után, én még mindig próbálok viselkedni egy sajtótájékoztatón, ez nem létezik.
Kevesebb abszurdabb dolgot tudok elképzelni. És igazából én nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy már most születik az előadás. Tulajdonképpen nekem Szentendre, meg a Dunakanyar, meg Tarított falu gyerekkorom óta a nyarat jelenti. Ez így alakult az életemben. A Szentendre inkább a munka és a szórakozás, a Tahitót falu az otthon. És ennek következtében ez egy évek óta egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy itt dolgozunk, itt vagyunk. Szentendrén lenni nagy megbecsülés, ez egy kulturális főváros. Az egyik legfontosabb kulturális centrum, gondolom, Magyarországon, és ennek részese lenni, ennek alkotója lenni, az egy nagyon, nagyon izgalmas feladat és kihívás, és ez nagyon öröm számunkra, hogy ez már hosszú évek óta így van. Ebben az évadban is két bemutatóval készültünk. Sajnos a járvány ugye az egyiket elvitte, múlt hétvégén lett volna a bemutatója, ugye az sajnos elment, de miután a járvány megadta magát, ezért lehetőség nyílt arra, hogy egy kicsit más időben, körülbelül másfél hónappal később, de ezt a darabot is meg tudjuk csinálni. A Lorelei produkció repertoárán nagyon sok monodráma, vagy kétszereplős, kevés szereplős darab van, amelyeknek nagyon fontos üzenetet hordoznak. Lehet, hogy visszanyúlnak történelmi időkbe, vagy akár olyan korról szólnak, ami távol, de mégis nagyon aktuálisak. Úgy gondolom, hogy ez az előadás is valami ilyesmiről szól, olyasmi, amit soha nem szabad elfelejteni, ami velünk van, velünk él, és ez a mi dolgunk ennek a mai kor alkotóinak, hogy ezt tovább vigyük, és ezt soha felejtse el senki. A nézőket is nagy szeretettel várjuk, és a lábjegyzet az pedig az, hogy minden nézőterünkön, minden előadás előtt fertőtleníteni fogjuk a székeket, a közönség számára igény esetén biztosítunk maszkot, természetesen kézfertőtlenítőt, úgyhogy mindent megteszünk azért, hogy a nézők a rájuk váró élményanyag mellett biztonságban is érezzék magukat a nézőtereinken. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket. Azt gondolom, hogy mindannyian állunk rendelkezésre, interjúra, hogyha ilyen kérés van. És legyenek velünk itt augusztus 7-én, az évadnyitó gálánkon, évadnyitó előadásunkon, a Felolvasó Színházi bemutatónkon, és a Hamis Hang című produkción bemutatóján is, illetve az összes előadásunkon. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velünk. A Café Bonbon csokoládébolt és kávézó, Pomáz és a 30 fok árnyékban szervezésében lelkes, kreatív művészetért rajongó fiatal zenészekből álló csapat tartott koncertet a Szent István Parkban. Fájdalmakból létet eljár, de fájjuk, mert túl vagyunk, a boldogságtól éhezel. Lelkes, kreatív, a művészetért rajongó, fiatal zenészekből álló csapat adott térzenét az elmúlt hétvégén a pomázi Szent István téren. Elmondásuk szerint annyi zenei világnézetet, más néven műfajt igyekeznek elsajátítani, amennyit csak lehet. Zenéjük alternatív, poppos, jazzes, olykor art rock vagy folk beütésű. Az improvizáció is szerves részét képezi alkotásaiknak. Időnként kötöttebb, máskor teljesen szabad módon tölti ki dalaikat. A zenekar már több mint 5 éve létezik, de annyiféle formáció volt. Ez az 5 személyes csapat, ez őszóta van, viszont nagyjából egy évvel ezelőtt alakultunk úgy meg tényleg, hogy lett egy mag, lettek céljaink, elkezdtünk saját dalokat írni, és aztán még később csatlakozott hozzánk Árpi, aki hasonlán játszik
Szóval igen, nagyjából egy éve játszunk így. A tagok: ének, basszusgitár, Pásztor Csilla. Gitár, Herendi Botond. Szaxofon, Bátori Boglárka. Harsona, Siklósi Árpád. Dob, Tóth Pál Benedek. Neked minden tűző, nem vagyok én már neked, és tartálj egy kiegészítő, házadrúztál van a baj. Neked minden tűző, nem vagyok én már neked, és tartálj egy kiegészítő. A dalokat mi írjuk, nagyon vegyes, a szövegeket a Bogival mi szoktuk írni általában, és nagyon gyakran a zenésítésbe is segítünk, de az inkább főleg a gitárosunknak, Botinak a munkája, vagy hát ő ért hozzá legjobban, mert ugye ő ezt is tanulja a konziban. Előbb jön a szöveg, vagy előbb jön a dallam? Volt már olyan, hogy előbb volt dallam, de leggyakrabban inkább szövegeink vannak meg elsőre, és akkor arra improzunk valamit, agyalunk az akkordokon. Tehát volt már olyan is, hogy nem így volt, de általában szöveg volt először. Életlen volt, rájöttem más után szól. Ha eddig nem ismertelek, miért hiányzol? Van egy kis lemezünk, amit feltettünk Spotify-ra és YouTube-ra is, de egyébként az összes ilyen zenemegosztó portálon megtalálható, mint iTunes, meg Apple Music, meg én nem is tudom az összeset, ami létezik, de mindenhol fent vagyunk. És ez ugye három dalt tartalmaz, három legrégebbi dalunkat, viszont tervezünk kiadni egy nagy lemezt is, mert van annyi számunk lassan. Igen, itt elég sok saját dal. Igen. Hát most jelenleg 10 saját számunk van, de folyamatban van még 2-3-nak az írása. Van lehetőségetek egyébként így fellépni nagy közönség előtt? Hát ugye most egy kicsit nehezebb, mint általában. Jó, igen, de egyébként igen, Pomázon talán ez a második fellépésünk, de Szentendrén sokat szoktunk, meg igyekszünk ugye Budapest felé is így törekedni. Ott lett volna egyébként 3 koncertünk is tavasszal, csak hát ugye le kellett mondani őket, de azokat nagyon vártuk, és reméljük, hogyha újra vállalnak ezek a helyek koncerteket, akkor be tudjuk pótolni. Szóval ez a név, a zenekarnak a neve, ez vicces kicsit, honnan jött? Hát én akkor még nem is voltam tagja a zenekarnak, de eredetileg az Ingyen Sör lett volna a zenekar neve, csak ugye ennek a felajánlásnak nem tudtunk volna, vagy nem tudtak volna eleget tenni minden egyes koncerten, meg féltek, hogy felháborodás lesz, ez ilyen poénos sztori, és a gitárosunk egyik barátja kitalálta ezt a nevet, 30 fok árnyékban, és igazából kicsit a 30-as miatt így összeszoktak keverni minket, például a 30Y-nal, meg ilyesmi, de hogy egyébként nagyon egyedi. Kedves nézőink, Önök Heti Krónika című közéleti magazin műsorunkat látták. Nézzenek bennünket az ismétlések alkalmával is. Ne feledjék, minden pénteken 18:07 perckor Heti Krónika. Viszontlátásra!